Ki az, aki a legtöbbet pukizik? Vlogokban nagyon ott van, ha az élet megvető, feldobja a kedven. Nézzék be a NASZ-hoz, már ez legyen a tervben. Köszönjük szépen. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Ma egy nagyon érdekes videót hoztunk el nektek. Kire jellemzőbb írtunk táblákat, vagyis írtam, remélhetőleg látszódni fognak. És ugye Instagramon írhattatok nekünk állításokat. Fölolvasok egyet, és mindenkinek el kell dönteni, hogy hármunk közül ki az, akire a legjobban jellemző. Úgyhogy elég vicces lesz, kíváncsi vagyok én is az eredményekre. És a végén kibontunk egy csomagot, mert kaptunk is csomagot az egyik kedves nézőtől a TikTok találkozón. Videóba bontsuk ki, így van. Na, srácok, akkor mehet az első? Igen. Figyeljetek, és készítsétek elő, nem éri csalni, jó? Akire tényleg... Hát, hogy őszinte ja. legyél, jó? Őszinte legyél, hogyha valami rád igaz, akkor azt kell fölnyújtani, hogy én, jó? Kíváncsi vagy. Oké, kíváncsi vagy? Én is. Kire jellemző, hogy nagyon sokat ül a számítógép előtt? Nem, egyet szabad, jó? Hát te is. Ákos! Én is, de ugye videót vágok. De ez most szerintünk az Ákosra de látod, erről beszéltem, legalább bevallott te is, hogy rád jellemző. Kire jellemzőbb, hogy a legtovább fürdik? Te tovább fürdesz, mint én! De te meg engem írtál? Azért, mert én igen, szoktam, van, hogy egy nap háromszor is lefürdök, de azért, mert megizzadok, csak ti akkor ti suliba vagytok, tudod? Megizzadok a gépen, akkor... De reggel mindent fürd! Teljesen igazad van! Te büdös vagyok korán reggel! Ki az, aki a legtöbbet pukizik? Dani! Mi az, hogy én? Ja, igaz! Miért? Dani? Az Ádi, nem? Ugye ő szokott durrogtatni. Te is, meg az Ákos is! Jó, de... Akkor ezt az Ádi vitte? Ki az, aki a leghamarabb megsértődik? Ebbe egyetértünk. Kire jellemző, hogy nem tud elaludni? Hát egy óra kb. Mire elalszok, vagy fél. Azt, te gyorsan elalszol? Uh-huh. Olyan fáradt vagy, Ádikám, hogy te gyorsan elalszol. Hát de szerint... meg minden, hogy az párna alá rakja a fejét. Jó, hát szenvedek, de ha álmos vagyok, akkor hamar elalszok én is. Okay. Jó, kire jellemzőbb, hogy nagyon sokat csajozik? Vigyorok egy ennek! Szétcsajozza magát már 8 évesen! Csajos odafogatom! Kivel vagyok szerelmes? Nem, semmi ez a gyerek! Hihetetlen vagy, jó? Az Ádi csajozik, oké. Én sokat. Te meg már nem tudsz. Van barátnőd. Igen. Nem azt mondom, nem tudok, nem szabad. Nem szabad. De nem is, nem is fogsz. Kire jellemzőbb, hogy a leglustább? Milyen Donni? Az Ákos! Az Ákos? Szerinted én? Jó, Ákos. Ákos ilyen rá... Jó, te ilyen ráírős gyerek vagy. Nem siet sehova. Ráírek, lesz hívjuk, mit is csinálni. Ha hívjuk videózni, majd mindjárt jön, ugye?
ilyen ráérős vagy, kis aranyos. Kire jellemzőbb, hogy amikor nem akar suliba menni, azt mondja, hogy beteg. De nem, valamikor tényleg igaz, hogy beteg vagy. Valamikor tényleg, tényleg utkó szegény. 39,3 fokos lázolt, hát meg is ijedtünk. Kire jellemző, aki sunyiba megdézsmálja az édességeket? Nem szabad kettőt, de erre muszáj. Jaj, milyen gondolat, meg régebben? Jó, régebben igaz. Régebben igaz, igaz. De amúgy mind a ketten, amikor kaptam csokit most is ajándékba. Jó, de azt és... az anyáit mondtam. És anyáit. Eltűnt. Eltűnt anyáit a csokim. Mondták, hogy fölmondhatjuk. Igaz, de aztán én megkeresem, hogy hol van, azt megdíz. Nem az, hogy megdíz, mert elfogyott az egész, úgyhogy ez rá csak jellemző. Nem csak mi belőle. Nem csak ti ettetek belőle, igazad van. Kire jellemzőbb, hogy eltör kijönt dolgokat? Vagy eltöri a poharat? Az a helyzet, hogy Ázi nagyon viszi ezeket a dolgokat. Étteremben vagyunk, nincs olyan... Dani! Nincs olyan... Csak egyetlen van! Jó, kettő, az sem van. De nincs olyan, hogy ne törne el valamit. Ne törne semmi, csak kiborítod. Kiborítod, jó, oké, oké. Kire jellemző, hogy WC-zés közben nézi a YouTube videókat? Ezt mindig is ki akartam próbálni. Mit? Kire jellemzőbb a sok puszilgatás? De ne nézzél, amit gondolsz! Jó van! Csak máshogy értem! Ákos már nem szabad, ő neki már csak pacsit lehet adni, meg maxolelést, Ádikát még szoktam puszilgatni, de nem engedi már ő se lassan. Pacsit kell. Azért mert már 8 éves vagy? Igen! Jó, bocsánat. Te meg már mióta nem engeded? 10 éves kor fölött már nem lehet őket puszigatni, mert most már nagy... Zádi, csak 8 is fél. Csak 8? Na, akkor még van másfél év. Negyed év! Milyen negyed év? Az 9 év. Negyed évre karácsonyon. És karácsonykor van a 4 napom. De az nem a születésnapod. Na miért hagyjuk? Kire jellemzőbb, hogy füllentős? Én! Milyen boldogan bevallja! Szeret csumákolni egy kicsit a gyerek! Kire jellemzőbb, hogy miután fel kell, egyből iszik valamit? Egyből iszik. Vize, ugye? Én mindig felkelek, akkor szoktam vizet inni. Én is. Kire jellemzőbb, hogy úgy nevet, mint egy majom? De miért? Meg most is. Jó van, ez igaz. Ez mit, igaz. Azt mondaná, hogy... Most is. Kire jellemző, hogy szereti a testvéreit? Dani a legjobban! Tényleg, köszi! Köszi! Mindhárman! 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 Vivibe is lesz ilyen videó! Vivibe is lesz ilyen videó! Jó, hogy mondod! Kire jellemzőbb, hogy sokat tanul? Mi? Ezt most tedd le! Ezt most tedd le! Ön többet tanul! Dehogy tanul te! De jó, de a legtöbbet te tanulsz, meg jó tanuló is vagy. Ádika közepes tanuló egy kicsit. Nem az, hogy sokat tanulok, hanem hogy jól. Ja, igaz, igaz. De te sokat szoktál tanulni? Hát a szóbeliket néha elsőnapom. De akkor is óra előtt tanultam, meg azt ötös kaptam természetben. Ennyi! Ennyi! Hát ki ez az ember? Természetismeretből. Kire jellemző, hogy azt hiszi kemény, de mégsem? Mi? Kire jellemző, hogy azt hiszi kemény, de mégsem? Rozál? Hát, hogy azt hiszed, hogy kemény vagy. Mi? Jaj. Ádiba, nagyon sok mindent beválasz magad, de ügyes vagy. Kire jellemző, hogy egy nap sokszor megy vécére? Dani! Reggel szoktam többször elmenni. Reggel este. Reggel este!
este! Meg most videó előtt. Hát én is voltam videó előtt. Nézni. Kire jellemzőbb, hogy többet segít az anyukájának? Én. Ja, igen. Például... Múltkor is az Ádi, amikor bejött favágányból, te még segítettél, nem? Hogy te jobban... Nem! Én meg fordítva volt. De nem, hogyha valaki meg kell, akkor te segítesz rögtön. Te nem segítesz! Te segítesz! Ja, én meg amit a Vivieknek megmondta anya, hogy csináljunk rántott húst, csináltunk. Mind a ketten? Hány. Akkor bocsánat, mindig éhes. Milyen Dani, te eszel állandóan? Kire jellemző, hogy hármast kap? Hát ezt a nézők már biztos ki tudják találni. Te ma kaptam 2-4-es meg 2-5-ös. Király vagy! Én meg 1-5-ös. Királyok vagy. Ilyen jó tanulók vagytok már itt. Á, már van 1-1-es. Nem baj. Kire jellemző, hogy hétvégén a legtovább alszik? De milyen Dani? Ákos, te szoktál ilyen 10-11 óráig aludni. Á, jó van, de ott esemény sem van. Te meg télig. Ennyi lett volna, és még kibontjuk a csomagot. Bízunk benne, hogy a nézőknek tetszett ez a videó, és ha legyen második rész, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és kibontjuk most ezt a videót. Kibontjuk ezt a csomagot, hogy mit kaptunk. Ákos, kedves. Ne lopd az ágy! Mit fel akarod törni az iPhone-omat? Oké, és először a levél. Szia Dani, te vagy a kedvenc videósom, kedvenc videóim, csomagbontós, Battlefield és az összes. Engem Szaninak hívnak, van egy barátnőm, Linett, aki nem tudott eljönni, de ő is nagyon szereti a videóit. Salga Tarjánból jöttem. Köszönjük szépen, és igen, ezt a TikTok találkozón kaptam. Chipsecske! Chipsecske! Nyalóka! Ne kiabáljádi, nyalóka! Brumi, brumi, brumika, oké, és van benne gumicukor, táblacsokoládé, igen, az a kedvencem, ilyen bábú, bábúka, karkötő, ez nyaklánc. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, mondd meg, hogy nem csatornájára. Köszönjük szépen a csomagot! Sziasztok! Igen, és köszönjük a csomagot, és sziasztok!